Emlékszem, nagyon stresszes nap volt egyébként, mert akkor ugye nem tudtuk, hogyan fogadja majd a közönség a Bastardot, magát. Hát alapvetően azért volt ez stresszes, mert nekünk ez egy nagyon komoly szívügyünk volt, és akkoriban ez már ment egy másfél éve, de ugye csak külföldön. Mm-hmm. Igen, és az, hogy ez itthon jól süljön el, az fontos volt. A Tag Team Divízió alapvetően, amióta csak birkózást nézek, és amióta csak szeretem, nekem a legnagyobb kedvencem volt, legalábbis az, amit így a leginkább csodáltam, hogy két ember dolgozik együtt ilyen szinten. Az egy példátlan dolog, ez semmilyen más küzdősportban nem fordul elő. És olyan csapatokkal kerültünk szembe rögtön az elején, mint a Rockstarban ugye Jamie Senegal és Ace Austin, aki most a TNA-ben birkózik, és ők már akkor egy összeszokott csapat voltak. Magyarországon is ugye Senza és Tristan azért egy összeszokott francia csapat volt, az Eros az ugye már vagy 3 éve reprezentálta Magyarországot mindenfelé, és ugye ilyen közegben kellett azonnal mély vízben helyt állni. Az új generációval kapcsolatban nekem a legmeghatározóbb első emlék, amikor már nem mint Enzo nadrágban és trikóban láttam őket a dojóban, hanem konkrétan éreztem, hogy ez az egész ide megérkezett, az még Bodo Brownnak a debütálása volt Lucky ellen. Milyen? Ott láttuk, hogy ez a srác, ez kemény, ez nagyon vágni fogja. A Justin Wilde debütálása a 2018-as áttörésen, az úgy gondolom, hogy ez egy nagyon erős, nagyon impresszív debütálás volt, és nyilvánvalóan így érintett voltam benne, de amikor ezt így sok időt állatából visszanézem, akkor azt mondom, hogy na, ez frankó volt. Ezt én is így csináltam volna, hogyha van rá lehetőségem 18 éves. Ezek a srácok szakmailag borzasztóan ott vannak, és nagyon tehetségesek, rendelkeznek a megfelelő karizmával, és csapatban tudnak dolgozni. Boldó és Tihanyi csapata nekünk egy nagyon is komolyan vett kihívás. Már egyáltalán nem becsüljük le őket, sőt, kimondottan veszélyesnek érzem őket. Ami talán gyenge pontuk lehet, hogy mentalitásban ők azért eléggé különbözőek. Emlékszem, hogy amikor gyerekek voltak, itt szaladgáltak csak edzőruhában. Nagyon sokat volt szerencsém oktatni őket, sőt még gálán is ugye mindig mögöttem álltak, akár nézőként is szurkoltak. Van egy jó képem is, amikor állok a Big Dima elleni mérkőzés előtt, az övvel a kezem a korna előtt, mögöttem Tihanyi, Peti, Boldó, Justin, és ezek a srácok most már úgymond legnagyobb ellenfeleink nőtték ki magukat. Amikor a Növényi Norbert akadémiáján voltunk, és az edzésnek a második felében földharc volt, szabad küzdelem. Ugye az volt a lényeg, hogy kifolytsuk valahogy a másikat MMA technikában, ugye csak folytások voltak strike nélkül. És Justin jött, még debütálás előtt voltunk lényegében, és Justin jött, hogy velem akarja nyomni. És emlékszem, hogy vérre menő küzdelmet folytattunk, és körülbelül az utolsó 2-3 másodpercben sikerült végül megfognom, úgyhogy előtte így taktikusan védekeztem már percekig, hogy gyűjtsek annyi erőt, hogy kibírjam folytani. És amikor vége lett a meccsünknek, oda jött, gratulált, és láttam a szemében, hogy az van benne, hogy én egyszer szét fogom rúgni a segged, öreg. Ezt láttam a tekintetében, és arra gondoltam, hogy na, erre kíváncsi leszek, és várni foglak. Tihanyi Petivel mindig érdekesebb volt a helyzet, mert kicsit saját magamat láttam benne is. Ugyanis Boldó és Justinnek mindig el voltak a kis világukban, ők voltak a menő srácok, és mellettük ott volt Tihanyi Peti, aki mindig ugye jóval többet dolgozott, ő volt legvékonyabb, neki mindig többet kellett dolgoznia, mint a másik két srácok, mert ők ugye karizmából, felvágásból mindig jobbak voltak, mutogatták magukat. Peti nyugodtan meghúzódott az árnyékban, és folyamatosan készült, még most már nem csak felzárkózott hozzájuk, de azt mondom, hogy nagyon-nagyon-nagyon komoly jövő elé néz. Benne olyan mélységek vannak az én véleményem szerint, amit még nem aknázott ki a HCV, amit még nem láttak az emberek. Dover volt a legközelebb hozzá, hogy oda leálljon az Underground Live-on. De én úgy érzem, hogy neki olyan oldalai vannak még, amiket nem mutatott meg, és még talán ő sincs vele tisztában, hogy benne mennyi van. Kíváncsi leszek, ezen a mérkőzésen ki tudjuk-e belőle hozni. Mert azt gondolom, hogy ha valaki, akkor mi addig ütjük, amíg ki nem jön. A mai napon van 174 napja nálunk a Tag Team bajnoki öv. 174. Soha nem foglalkoztam még különösebben a statisztikával, de azért mégis egy jó leső érzés, hogy most már azért 200-hoz igen közel. Itt előttetek, tehát ház előtt, ezeket az öveket azt gondolom, hogy nem történhet olyan körülmény, hogy a vállainkról leadjuk. Tihanyi, Boldó, srácok jöhettek. Meg lehet mutatni az öregeknek. És itt van az új generáció, egy csapat, aminek világverőnek kellene lennie, de vajon az lesz-e?
Bodo Brown és Tihanyi Péter. Korábban már láthattuk, hogy Tihanyi Péter kapcsán elég sok pillongás volt. Tag team bajnok akarsz lenni, vagy mi van? Mert arra csak egy mód van. És ugye egy módja van annak, hogy itt már eredményesek legyenek, ha ezek a villongások megszűnnek. Ha egy emberként, igazi vérbeli csapatként tudnak küzdeni egymás mellett, Tihanyi és Boldó. Ennek szólhat most az a készfogás, hogy Boldó egy kicsit kevésbé odalégül találjon hozzá, de mielőtt bármi történhetne, érkeznek a bajnokok. Bastards építi a maga örökségét, építi a maga birodalmát. Ők tényleg olyan emberek, akik a magyar tag team birkózás élére akarnak állni. Nem csak névleg, nem csak azért, mert bajnokok, hanem mert ezt akarják képviselni. Teljes szívükkel, teljes lelkükkel elhivatottak ez iránt. Nitro és Renegade. És azért azt gondolom, hogy annak sem, arra sem mondanának nevet, hogyha sikerülne felszámolniuk itt az új generációt. Vagy még tovább verni ezt a véket Tihanyi Péter és a csapattársai közé. A kétszeres HCV bajnok az övekkel itt a madárfészekben. Egy igazi rangadó előtt. Kíváncsi vagyok, hogy fog most alakulni a New Generation sorsa, hogy elmaradt az a készfogás végül. Hölgyeim és uraim! A következő mestétje a HCV csapatbajnoki övei! Bemutatom először a kihívókat. Tőlem balra, 181 kg-os össúllyal, Boldó Brown és Tihanyi Péter az új generáció! Két kiváló birkózó, de vajon csapat is, vagy csak két egyet nem értő ember kényszerű szövetsége? És tőlem jobbra, 192 kg-os össúllyal, a jelenlegi bajnokok, Nitro és Renegade, Deep Budapest Busters! És ott van a Szent Korona keresztjének a jele a levegőben, Renegade és Nitro, óriási közönség kedvencek, viszont a új generáció most hátra támadja őket. Renegade és Boldó, Tihanyi és Nitro egymáson. És Boldó Brown most kidobja a ringból a Renegade-et. Tihanyi Péter pedig ráveti magát, de Renegade elkapja. Renegade elkapja Tihanyit a ringen kívül. Ha ott bevitt volna egy fall away slam-et, az végzetes lehetett volna, de Tihanyi ebből kiszabadult. Jön viszont Boldó! És Boldó repül, ráveti magát Renegade-re. Robbanásszerű kezdés a fiataloktól. Most viszont Nitro is megérkezik! Hatalmas vetődés, hatalmas ugrás! A kötél fölött! Közben Tihanyi Péter is összeszedte magát és mászik a top rope-ra. És micsoda szaltó! Dőlnek, mint a dominó! Tihanyi Péter maradt állva! És ő küldi most vissza Nitro-t a ringbe. Úgy van. És ott az ölelés, és ne feledjük el, hogy Tihanyi és Boldó, hogyha egy hullám hosszon vannak, akkor életveszélyesek. Most is
és kiválóan dolgoznak együtt. És erre lesz szükség, hogyha meg akarják érni a tag team bajnok öveket. De hát ha a tag team bajnok övek nem hoznák össze őket, akkor mi más? Mindenit. Hatalmas dobás Boldótól, egyből dusra is megy kettő. Olyan magas body slam volt ez, és olyan sebességgel, mintha nem is tudom, egy 20 kilós kis súly lenne Nitro. Hihetetlen erő van ebben a Boldó fiúban. Ugye az Undergroundon ez a két csapat már találkozott egymással is, akkor a Bastards győzött, miután Boldó véletlenül ráesett Tihanyira. És Tihanyi most Nitro pólójával szórakozik és hátnál. Megtörti magát egy bizonyos helyen. Hatalmas csap! Továbbra is mindig elmondom, a legrosszabb csop, amit valahol kaptam, az Tihanyi Pétertől volt. A japán birkózó kultúra iránti rajongását talán egy picit már túlzásba is vizé. Most itt a Nightfall talál be a rúgással. És érkezik Renegade, a nagyobb és erősebb ember a Budapest Bastardsból. Viszont elképesztő tempóban is érkezik ebben a mérkőzésben. Ott a flapjack! Új és közel volt a kötelekhez Tihanyi, hogyha ráesett volna a kötelekre, abból súlyos baj származhatott volna. Magába szívta a közönség buzdítását, mielőtt visszatért Tihanyi Péterhez. Talán Heldorádóval próbálkozott volna már a mérkőzés korai szakaszában. Elhajlások most a rúgások elől. Ismét kiemeli. Vajon sikerül-e beadni a Heldorádót Tihanyi Péternek? Mindjárt a mérkőzés elején, és mindjárt a meccs elején vége lehet, de nem sikerül. Tihanyi egy hetziszorral kontrázott. Majd jött Boldó, most túl helyzet, 2. Ezek a csapatok most igazán mindent beleadnak. Tihanyi elkapta az előbb remegét jobb kárját, felkínálta szinte a bordáit Boldónak, aki élt is a lehetőséggel. És Boldó arcán ez a jellegzetes mosoly ült, amit annyiszor láttunk tőle az elmúlt egy évben. Ott egy DDT variáció most. Újabb tushelyzet Boldótól, csak 2. És az új generáció okos csapatmunkával, nem tudom eléggé kiemelni a csapatmunka szót, megfordította a mérkőzés menetét. Nem véletlen tette föl a kérdés az elején Tihanyi Péter, ha bajnokok akarnak lenni, akkor bizony az. Egy ilyen Nitro és Renegade páros lehet, csak úgy lehet, hogy tökéletes összhangban összedolgozva. És ezt láttuk az Undergroundon is, hogy amikor ez az összhang megvolt, akkor Boldó és Tihanyi megállíthatatlannak tűntek. Amikor viszont csak egy pirinyó gyengeséget is mutattak, a Bastards azonnal lecsapott rá és kihasználta azt. Boldó most visszakényszeríti Renegade-et a saját ringsarkukba, pedig Renegade már indult volna váltani, most ettől messze került. És gyors váltás, jön Tihanyi. Boldótól Tihanyi leüti a ring széléről a Nitrót, újabb túlsejzett 2. Igazság szerint a fiatalok mindent jól csinálnak. Hogyha ezt így folytatják, akkor lehet, hogy beérik majd a... és le tudják aradni ezt a gyümölcsöt. És Renegade fájdalom üveltése hallatszik, ahogy Tihanyi rámegy az armbarra. Rettentően fájdalmas fogáson van most Tihanyi Péter tartja Renegade-et. Szalagot üvölthettek most, tusra megy, de csak egyik gyűjt. És Tihanyi Péter kigúnyolja a Bastardsnak a jelét. Hoppá! Na ez viszont egy rendkívül kellemetlen csop volt Renegade-től is, aki mászik a saját ringsarka felé. Tihanyi azonban útját állja, ismételten. Kapisza!
a Renegéd megint két tűz között, a Tianyi és Boldog között, és a fiatalok tudnak váltani. Renegéd most kettő ellen próbálja felvenni a harcot előre-hátra, de tartó rúgja őt Tianyi. Nightfall megint kap egyet. Hoppá, ez most Renegédé. És Renegéd becsúszdízza oda Tianyit Boldónak az örébe. Most sikerült elkapni, és úgy tűnik, hogy szent a béke. Mellé. Ez viszont legyen. Nem, csak egy klócszány talál be, mert Boldó a másik karrierrel fogva visszarántja Renegédet. És ott van egy back suplex. Renegédnek nagyon kellene az a váltás. Nightmare nyújtja a karját. Renegéd ott van, megvan. Új generáció még épp csak próbál talpra vergődni. És egy dupla crossbody most Nightfall-tól. Ez az a Nightfall, akit ismerünk és szeretünk. Ez az a Nightfall, aki mindent belead. Ez az a Nightfall, aki kétszeres HCV bajnok lett. Kíméletlen becsapódás Boldó Brownnak. És Nightfall most egy maga uralja a ringet. Az új generációval szemben. Ez is megvan. És pont pozícióban van. Oh, micsoda moonsault! Hatalmas holtszáltó a középső kötélről ráadásul. Csodálatos, amit Nightfall művel. És vajon ki tudja most emelni Tianyi Péter? Nem, ott a védekezés. És az új generáció most 2-1 van a ringben, Spori nem ártana közbeavatkozni. Nem ártana kiküldeni valamelyiküket. Tianyi a dropkick bele a German suplexbe. Bravúra Sparővel az új generációtól túl sejzett Nightfall kidrúg. Elképesztő, ezt láttuk tőlük az undergroundon is. És már akkor is, ahogy most is, leesett tőle az állam. Gyönyörű shotgun German suplex. Tökéletes összhang kell a két birkózó között, amikor beadják ezt a mozdulatot, és megvolt. Ismételten úgy tűnik, megvan a közös hullámhoz. Egy dolog nincs meg változatlanul, ez a tus. Az a bizonyos győzelem, ami ahhoz kellene, hogy új bajnokokat avassunk. Most Boldó kiemeli Nightfall-t, talán a Limit Breakerre készült, Nightfall kontrázni tud, és beváltja Renegédet. Jön Tihanyi is a túloldalon. Ez mellé. Tihanyi búttal védekezik. Ott viszont most ketten vannak a Bastards tagjaibe is találnak. És ott van a Frog Splash! Nightfall betalál a Frog Splash-el, Renegéd túlsra megy. Itt lehet a vége! Boldó! Boldó! Boldó odaér! Itt most egyetlen dolog mentette meg az új generációt, és az Boldó Brown közbeavatkozása volt. Tianyinak esélye sem lett volna kirúgni. Tianyi megúszva, Renegéd és Nightfall összeütköznek. Magas térd, majd egy enziguri. Ijajajajajajaj, ez is bent van. Lehet, hogy új bajnokokat avatunk, csak tusra kell menni. Tianyi ott van, új bajnok nem. Renegéd kirúg. És Tianyi nem hisz a személynek, de Renegéd kirúgott. Egy pillanatig én is elhittem azt, hogy új bajnokaink lesznek. A közönség szerint ez lenyűgöző és igazuk van. Boldó kéri a váltást, meg is kapja Tianyitól. Nightfall próbál visszakászálódni valahogy a ringbe közben.
és Boldó az, aki ráveti magát Renegédre. És közben felküldte Tihanyi Pétert a top rope-ra. De Nitro, Nitro visszatért a mérkőzésbe. Tihanyi nem tehet onnan semmit, Nitro megállítja őt. Renegéd is kivédekezi Boldó támadását. És a Heldorádót talán nem sikerült teljes egészében bevinni a Renegédnek. Boldó testsúlya borzasztóan kemény, de valamennyit így is kaphatott. Ne feledjük el, hogy Renegéd másodpercekkel előbb kapott egy iszonyatos mozdulatot, ami után szerintem még nem teljesen tiszta a feje sem. Most viszont egyenesen bele Nitroba, Renegéd tusra megy, és a bíró azt mondja, hogy... Talán nem a legális emberen, vagy nem a legális emberen próbálták bevinni a tust. Ott a Skywalkerre próbál menni Tihanyi. Nem jött be. Ott van az Enziguri Nitrótól. Renegéd fölállt Tihanyival. Atya úristen, mire készülnek a srácok? De jó ég! Micsoda! Azt a mindenét! És ez Renegéd vége. Tusra megy. De három! Tihanyi volt a legális ember. Hölgyeim és uraim! A mérkőzés győztesei! És így továbbra is a HCV tag team bajnokai, Nitro és Renegéd, Rampulatást, Masztert! Micsoda manőver volt az itt a végén, ilyet még nem is láttad. Gyönyörű volt és végzetes. És az a vicces, hogy az új generáció mindent jól csináltak. De mégsem tudtak győzni. Ma este a Bastards volt a jobb. Pedig Boldó és Tihanyi nem kapott össze ezen a mérkőzésen. Nem vesztek össze. És ez növeli Renegéd és Nitro győzelmének az értékét. Egészen fantasztikus befejező manővert láthattunk. Renegéd vállán ült Tihanyi, amikor Nitro a felső kötéről bevitt egy DDT-t. És a bajnokok tovább uralkodnak. Az áttörésen Tihanyi elrontott bevetavarással vezetett oda, hogy a MED, az új generáció tagjai nem lehettek tag team bajnokok. Ahogy András mondta, ma mindent jól csináltak, de ma sem lettek tag team bajnokok. Egy büszke ölelés Nitrótól és Renegédtől. Ezt most megcsinálták. Mutatják a fiataloknak, hogy Kászláró ugyanak tartal. Ez jó mérkőzés volt, nagy mérkőzés volt, jó mulatság, férfi munka volt. Renegéd és Nitro, ha jól látom, a kezüket nyújtják Boldó Brownnak és Tihanyi Péternek, hogy megpecsételjék vele ezt a mérkőzést. Tihanyi Péter küzdött, hogy megkapja Dovertől a tiszteletet, amit úgy gondolt, hogy jár neki. Most megkapja a Bastardstól is. Minden veterántól megkapja, kivívja ezt a maga módján, a maga útján Tihanyi Péter. Boldó Brown viszont nem óhajt kezet fogni velük. Boldó Brown ebből nem kér. Boldó Brown önteltségét és egóját túlságosan kikezdte ez a vereség hozzá. Mutatja Tihanyinak, hogy jöjjön, de Tihanyi inkább kezet fog! Tihanyi továbbra is a saját útját járja, és faképtél hagyja Boldó Brown. Boldó arcára kiült a meglepődés, egyszer nem érti, mi történt. Azt hiszem, hogy az új generáció öltözőjében fognak még vártani egy pár keresetlen szót. A Bastard C viszont ezen az estén is az ünneplés joga.